Na sziasztok srácok, én Black vagyok, itt vagyunk egy következő videóban. Ebben a videóban pedig beszeretnék nektek mutatni egy oldalt. Ez az oldal tulajdonképpen egy szolgáltatással megtámogatott engem, és ennek cserébe csak egy videót kell csináljak. És egyébként ez egy nagyon jó szolgáltatás. Most viccen kívül mondom, én ezt megtaláltam és felkerestem őket azért. Tehát nem ők kerestek fel engem véletlenül se. Nem majd egy Minecraft videóst felkeresnek. Hanem felkerestem én őket, mondom, hogy egy teljesen alapszolgáltatást nem tudnak adni, mert vannak ilyen problémák, hogy kilövik az internetemet. Egyébként, akinek kilövik a netjét, meg különböző DDoS támadással pumpolják a gépét, meg ilyenek, tehát nem nagyon szeretik, vagy nem tudom. Annak nagyon-nagyon ajánlom, tehát ez egy VPN szolgáltatás, egy OVH-s VPN szolgáltatás, tehát OVH-s, de meg is mutatom, ugye a Starter Plan, ugye az a kezdő csomag, az 6 dollár, most ezt kiszámoljátok, az olyan 1500 forint, 1600 forint, és per hónap, és két aktív connect szolgáltatás, tehát egy szolgáltatás, két aktív IP-re tudtok rácsatlakoztatni. Tehát, hogyha most ezt megveszed, akkor te is elindítod a VPN-t, majd mindjárt megmutatom, hogy mit kell csinálni, miután megvetted, meg a haverodnak is oda tudod adni, én például Daninak is fogok most adni egyet, és akkor ketten titeket nem fognak nagyon tudni lőni. Unlimited bandwidth, tehát nincs az a pont, hogy nem tudom hány gigabyte után nem nagyon véd, tehát az unlimited bandwidth az a legjobb, tehát van 500 gigás bandwidth, 100 gigás bandwidth, tehát ameddig bírja. De ez unlimited bandwidth, mivel OVH-s szervergépeken átmegy az egész történet. Nem logol, ugye DDoS védelem, tehát most nem akarok hülyeségeket mondani, mert csak azt, amit tudok, és hogy nagyon hasznos. Tényleg, nagyon hasznos. Szóval, megmutatom a szolgáltatást, tehát ezt megfogjátok, beregisztráltok itt valahol az oldalon, aki szeretne megvenni, aki nem, az nem. Egyébként szerintem nem is értik, amit mondok, úgyhogy teljesen mindegy. Úgyhogy, puff, megveszed, beregisztrálsz, oké, beloginolsz, és puff, ide fog dobni téged helyette. Helyette rohadtul nem ide, hanem ide fog téged dobni. Oké. És miután megvetted a te kis szolgáltatásodat, bemész ide a prémium panelba. Prémium panelba, és létrehozol egy access-t, create access, és kiválasztod, lehetőleg európai országot választ ki, mert minél távolabb van egy VPN a te kontinensettől, te régiótól, te ahol laksz, annál rosszabb. Én jelenleg, közben rám írt a support, supportok egyfajtában online vannak, úgyhogy ha bármi kérdés van, akkor írjatok rájuk. OVH, Firewall, Frankfurt. A Frankfurtit ajánlom, Németország, közel van, gondolom nem Párizs, meg London fogjátok megcélozni. Frankfurt, zsuty, oké, okay. Elfogadtuk az általános szerződési feltételeket, látjátok, hogy én már egyet beaktiváltam, és akkor rámegyünk, hogy create, és ez egy kis idő, oké, okay. Létre is hoztuk, ezt be is zárhatjuk, F5, puff, itt is van. Ez a felső az, hogyha minden igaz. Igen, ez a felső az. És utána, miután ez megvan, ezt töltsétek le a gépetekre, mit tudom én, ezt most letöltitek, most ezt én nem töltöm le. Letöltitek ezt a cuccot, ebben lesz egy ilyen fájl. Megnyissátok mindjárt ezt a programot, ez minden link lent lesz a leírásban. Itt lesz ez a Pritulink klient, ez egy VPN kliens, Pritulin hash, vagy client pritunl.com per hashtag install. Itt letöltitek a Windows-osat, hogyha Windows-otok van, akinek megkje megket, itt mindenre van, Ubuntu, Linux, minden, bármi. De jelenleg Windows, tehát letöltitek, ez egy ilyen 100 megabajtos kis ilyen VPN kliens. Egyébként itt nekem kijelezte, hogy hogy vírusos, ez a .exe kiterjesztés miatt van. Nem vírusos, srácok, ez egy rendes VPN kliens, és ez a legegyszerűbb. Oké, okay. És szépen megnyissátok, puff. Rámentek erre, hogy import profile, vagy az se kell, hogy import profile, hanem megfogjátok ezt a fájlt, most én nem fogom behúzni természetesen, mert nekem már aktiválva van.
megfogjátok, és ide behúzzátok az egészet, és miután ide behúztátok, elkezd itt tölteni, ugye itt lesz a neve, ugye ezt célszerű nem átnevezni, meg nem áthelyezni sehova, legyen itt az asztalon, ide behúzod, elkezd írni, hogy connecting, 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 puff, 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 először ledob az interneted, ne jegy meg, egy másodperc ledob, aztán visszacsatlakozol az új IP címeddel, meg minden újjal, új dologgal, úgyhogy ja, srácok. És már is rá vagytok csatlakozva a VPN-re, ami teljesen DDoS védett, és OVH. Csak ennyit mondok, hogy OVH ez egy nagyon jó hosting egyébként, aki nem tudná, mi az a VPN, az egy olyan szolgáltatás, hogy te rácsatlakozol egy másik szervegét, meg az IP címre, ezt most konkrétan így nem fogom tudni elmagyarázni szakszerűen, úgyhogy nem is fogom. Annyi a lényeg, hogy nem fognak titeket kilőni, úgyhogy akinek van ilyen problémája, vagy el szeretné kerülni az ilyen konfliktusokat, és szeret Teamspeak-en beszélni, vannak olyan emberek, hogy Teamspeak-en lenézik egymásnak az IP címeit, meg ilyenek, úgyhogy és kilövik egymást, tehát hogyha nem szeretnél ilyen hülyeségekbe keveredve, hogy a haverod egyfolytában lő téged, mert egy nem tudom mi, akkor minden ott van a leírásban, aki szeretne venni, az nyugodtan megteheti, én csak ajánlani tudom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, én Black voltam, további jó játékot a szervezőm. Sziasztok! Sziasztok! Csá!